Mi köti össze a mozdonyfüstöt egy takarítógéppel, a balettel és a focival? A válasz mindössze két szó, az Eiffel műhelyház. A nyitás előtt álló műhelyház épületének története ugyanis bővelkedik az érdekes epizódokban. Rövidesen pedig az opera izgalmas előadásai találnak itt új otthonra. A hely múltjának és jövőjének pillanatait fűzi láncra az az imás film, amely a Kossuth Díjas színművész és rendező Rudolf Péter és fia Rudolf Olivér filmrendező elgondolása alapján készült az épület tereiben, többek között a 327-es mozdonycsarnokban. Elkezd élni a ház, és a múltja megelevenedik. Az épülethez fűződő érdekességeket a kisfilm a Rudolf Péter által alakított takarító szemszögén át mutatja be, aki váratlan kalandok részesévé válik. Ez a fickó, aki az ebédjét elkezdené eszegetni egy kis pihenőben, egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy mögötte életre kell egy addig nyilvánvaló módon díszletnek tűnő mozdony. És ezen keresztül, ha már stílszerű legyek, egy időutazást hajtunk végre, ha itt van ez a zálló mozdony, és a bejárjuk valamilyen módon az épületet. Ennek során hol egy csapatnyi balerina suhan át az oszlopok közt, hol hangok, fények és különös jelentőséggel bíró tárgyak, például egy pattogó focilabda csábítják tovább a főhőst a ház rejtélyeinek felfedezésére. Minden egyes ok, ami miatt én aztán helyszínt láthatok, egy újabb sok vagy varázslat. Ebből a sokból kell eljutni odáig, hogy egyszer csak ez a fickó megérkezik a színpadra, kigyúlnak a fények, és egyszer csak ez a rossz kedvből indított nap, vagy ez a fura tébolygás ebben az épületben egyszer csak odáig torkollik, hogy el kell kezdenie énekelni, rázuhan a fény, és tud énekelni. Itt a csodák csodája, mert az opera bennünk van. Rudolf Péter ezt az üzenetet íróként, rendezőként és főszereplőként a kamera mindkét oldalán fontos szerepet betöltve adja át. Így a munkában nélkülözhetetlen segítséget jelent számára alkotótársa, a fia. Nem ez az első kreatív film, amit Rudolf Péter és fia az operának forgatott. Azt, hogy az opera bennünk van, láthatták, hallhatták már Sáfár Orsolya közreműködésével egy fogorvosi rendelőben. Vagy László Boldizsár szereplésével egy budapesti lakás falai mögött. És a most forgatott kisfilm is hamarosan publikus lesz. Több online felületen és a közösségi médiában is láthatják. És remélhetőleg a főszereplő mintájára önök is kedvet kapnak ahhoz, hogy felfedezzék az Eiffel műhelyházat, illetve az opera és a balett helyét a saját hétköznapjaikban. Ez a legfontosabb üzenet, hogy a zene, az opera, ilyen értelemben akár a színház is, tehát kitágíthatjuk, ez legyen része az életünknek.